általános iskola minden évben megrendezi az iskolába hívogató programját. Idén változtattunk a eddigi bevált módszereken, egy kicsit próbáltunk újítani, más feladatokkal várjuk idén és programokkal a gyermekeket, az iskolába készülő gyermekeket. Természetesen szívesen látjuk az saját óvodánkból érkező gyermekeket és a szüleiket, illetve a város más óvodájából érkező gyermekeket is, illetve akár Szarvason kívüli egyéb településekről is. Tavalyi évben nehézséget okozott, hogy nem bírtuk megrendezni az iskolában hívogató programjainkat, úgyhogy idén nagyon készültünk, hogy minél hamarabb szervezhessünk egy ilyen alkalmat, ahol találkozhatunk a szülőkkel és a gyermekeikkel is. Ez azt gondolom, hogy minden iskolába készülő gyermeknek és szülőnek egy nagyon jó lehetőség, hiszen fontos az, hogy megismerhessék magát az intézményt is, hogyan működünk mi. Itt találkozhatnak a gyermekek a leendő tanítónénikkel, tanítóbácsikkal, és a szülőknek is talán egy biztonságos érzés nyújt az, hogy láthatják, hogy hol fog kezdeni majd szeptemberben a kisgyermekük. Első alkalommal úgy készültünk erre az eseményre, hogy nem tanítási órákat látogathatnak meg itt a gyermekek és a szüleik, hanem különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Ezt igyekeztünk minél változatosabban megszervezni, hogy láthassák a gyermekek, hogy milyen különleges dolgokban vehetnek majd itt részt az intézményünkben. Így bemutatkozott a mozgással Piros Renát, a kolléganő, aki szívesen tanít modern táncot például a gyerekeknek szabad idejében, egy kis mozgásos feladatokon vehettek részt a gyermekek. Volt angol foglalkozás, angol nyelvű foglalkozás, hiszen azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy az intézményünkben a szlovák nyelvű oktatás mellett angol tanulásra is van lehetőségük a gyermekeknek. És természetesen volt szlovák nyelvű foglalkozás is, ahol interaktív feladatokkal várta a gyermekeket kolléganő. Sonyásnica. Óriátko, csajás, a te. Szönyecsko. Óriátko, dobre, szuper, sikonászi. To je červená farba, červená čerešňa. No? A falafel is? A falafel az piros szokott lenni? Zelená je, zelená farba, krokodil, zsapka. Jó, és a narancsába hogy van? Orange! Nagyon ügyes, orange! Nagyon ügyes vagy, ügyes vagy.
ügyes. Hát amikor elültetjük a paradicsomot, akkor virág lesz, és akkor ha paradicsom egy picit megérett, és egy picit nem szedtük le az összeset, akkor ami megérett, azt leszedjük is. Jaj, de ügyes vagy, és itt pedig már ehetjük is, bele is haraptunk a paradicsomba, igaz? Uh-huh. Meg lehet sütni is a paradicsomot. Nézd, milyen szagolt meg! Levi, szagold meg ezt már! Ennek nem csak szagold meg ezt! Jaj, megszagoltam! Ez ugyanaz! Ez az! Iskolánknak egy különleges szeglete a gyakorlókert. Igyekeztünk azt is becsempészni ide most az iskolába. Úgy gondoltuk, hogy talán könnyebb lesz, ha egy helyszínen zajlik most az összes esemény, ezért a kert költözött be a mai napon az iskolába. Itt két kolléganőnk, Kerti Éva néni és Motrica Margit kolléganőnk várták a gyermekeket egy kis saját zöld övezetbe. Itt a gyermekek felismerhettek növényeket, kipróbálhatták magukat, készíthettek saját főzett teát is, megízlelték, megszagolták a különböző növényeket. Ezzel is izgalmassá téve ezt a mai napot. És nagyon gyorsan. Illetve volt egy ilyen különleges hely még, ahol egy perc és nyersz nevű játék folyamat zajlott a mai napon. Ott különböző ügyességi feladatokban vehettek részt a gyermekek. És ugye egy különleges, izgalmas helyszín még intézményünkben a szabadulószoba. Itt ide most betekintést nyerhettek a gyerekek, és Kisné Árvai Melinda kolléganőnk egy nagyon izgalmas feladattal várta az ide érkező gyerekeket és szüleiket, ugyanis a hétfejű sárkányt kellett a mai napon legyőzniük ahhoz, hogy kiszabadulhassanak jelképesen ebből a szobából. Bízunk benne, hogy ezzel az alkalommal lehetőség nyílt arra a gyermekeknek és a szüleiknek, hogy kicsit betekinthessenek az intézmény életébe, megnézhessék belülről is az iskolánkat, találkozhattak a kollégáinkkal, ahogy már említettem, és várjuk őket szeretettel a következő alkalomra is. Úgy tervezzük, hogy minden évszakban megszervezzük ezt a programot, így aki esetleg most nem tudott eljönni, szeretettel várjuk őket is a következő ilyen alkalomra. Ugye a beiratásig még van lehetőség többször megszerveznünk ezt, és akkor addigra biztos képet kaphatnak arról, hogy szeretnénk-e iskolánkba hozni a gyermekeiket. Várjuk őket szeretettel!